thrill. On Blueberry Hill, on Blueberry Hill, the infant you don't much stay still. On Blueberry Hill, on you, my friend, I think I'm true. Veszeli Ernő pályájának 50. évfordulóját ünnepelte szeptember 4-én a budafoki Pezsgő bornapokon a Közösségi Pincénél. Ser Balázs, a Promontórium borlovagrend legújabb tagja köszöntötte a zenészt egy hatalmas pezsgővel a színpadon. Hát nagyon szépen köszönöm. Nagy, az Isten áldjon meg mindenkit. Nincs ekkora ütőszekrényem, de valahogy megoldjuk. És egyébként is. Hát igen, nagyon köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm. 1972. szeptemberében lépett a kiváló művész először színpadra. 4 éves koromban elkezdtem zongorázni, tanulni egy vak kántornál, Sümegen, és utána hát összeköttetések által sikerült 6 éves koromra bekerülni a vakok iskolájába 1959-ben. Akkor ez nagy dolog volt, mert oda akkor nagyon kevesen kerültek be. Hát én ott abban a közegben szocializálódtam, és ott tanultam zongorázni, és ahogy kikerültem onnan 1970-ben, akkor én még 5 évig jártam a zongoratanáromhoz, mert őnála én jobb tanárt nem tudok, nem ismerek. 1972. szeptember 3-án meghívást kaptam Szombathelyen a Pannónia étterembe, hogy ott legyek zongorista. A zongorát egy idő után harmonikára cserélte. Nekem megtetszett, hogy már csak dur, meg moll akkordokat lehet rajta fogni, meg az, hogy zenekar szerűen tud szólni, az nem csak ilyen imitáció, hanem az a valóság. Tehát, hogy aki tud muzsikálni, az meg tudja ezeket a hangszereket szólaltatni, és valahogy úgy gondoltam, hogy zongorista annyi van, mint égen a csillag. Híres igazából Magyarországon akkor lettem, amikor a Budapest Ragtime zenekarhoz kerültem 1984-ben. 86-ig voltam velük, azért jöttem el onnan, mert iszonyatosan untam. Tehát azt mondtam, hogy ott a 8. senkiként ültem ott a hátul a zongoránál, és valahogy rettenetesen untam ezt a umpa, 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 umpa. A zenész azt is elárulta nekünk, hogy egy nem látó milyen módszerrel tud megtanulni zongorázni. Kell egy olyan agy, hogy tudjam fejbe gyakorolni. Tehát ott képzeljen el, hogy olvassak ott át kézzel, és a hangjegyek, amik a keze alatt vannak, azok a fülébe, az agyába vissza tükröződjenek. Tehát, hogy az kell, hogy én előbb megtanulom a kottát, és hogyha azt megtanultam, akkor utána nekiállok is, kigyakorlom és lejátszom. 2 oktávon belül van abszolút hallásom a kis oktáv C-től a 2 vonalos C. Elég szörnyű, így el, szörnyű. Az elmúlt 5 évtizedben több mint 20 országban élvezhették koncertjét
lehengerlő előadói stílusát és sajátos humorát, a jazz, az igényes bárzene és a francia sanzonok szerelmesei. Saying, just got to be that way. Taking other, I saw them singing every day. Taking other, oh, let me know. 2002-ben Emerton díjjal tüntették ki Veszeli Ernőt a Magyar Rádió Kívánság műsorában való közreműködésért, ahol 7 éven keresztül szerzett örömet a betelefonáló hallgatóknak szimultán előadásaival. Én a pályámat úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy én egy vakember vagyok, úgy érzem, hogy lehetőleg nagyobb megelégedéssel, és a lehető legnagyobb szakmai sikerekkel oldottam meg. Tehát én nem panaszkodhatom. Ha 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 ha.